A hagyományokhoz híven a Kelet-Magyarország Eisman Hungária Kupa teremlabdarúgó tornával indult az év a Continental Arénában. A 15. alkalommal megrendezett 500 000 forint összdíjazású tornára ebben az évben 24 együttes nevezett. Az 5+1-es csapatok kézilabda méretű pályán 5x2 méteres kapura játszottak. Szenzációs mezőny jött össze, főleg a szombati napon, hiszen akármelyik csoportban, akármelyik döntőt is játszhattak volna a csapatok, és nagyon örülök neki, hogy ilyen jó csapatok jöttek el. Minimál picivel kevesebb csapat nevezett most a tornára, de a legjobb csapatok eljöttek a környékünkről, Hajdú, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, és a Városi Bajnokságból természetesen is itt vannak a legjobbak. Óriási mérkőzések vannak, nagyon minimális számú olyan mérkőzés van, amikor nagy gólarányú győzelmek születnek, és nagyon sok olyan meccs van, amelyik csak egy góllal dől el, és itt 5x2-es kapu van, itt azért elég sok gólnak kellene esni, de nagyon jók a csapatok, és örülök annak, hogy nagyon sokan kijöttek. A tornát végül a tavalyi ezüstérmes újfehértói Macsa Kft. Csapata nyerte a Nyírgyulaj előtt. A harmadik helyen a Balabau Cigánd, a negyediken pedig az Offside Nyírségszerviz együttese végzett. A gólkirályi címet a kupagyőztes játékosa Sigér Ákos szerezte meg, a legjobb kapusnak az Offside-os Pór Lászlót, a legjobb játékosnak pedig a nyírgyulai Vitalai Bajsút választották meg a szakemberek.